Tomi! Na? Mi a terv? Az a terv, hogy elindulunk. Kösz, hogy értelmeztél. Mit nézel? Sose láttalak öltönyben, honnan szerezted? Mert te idejéből van. Tomi, fehér zokni. Ja, ki nézi? Mette? Hogy van? Nem tudom. Jaj, várj egy kicsit. Ki kell vinnem a kutyát, alig tud járni szegény. Tomi, nem gondoltál még rá, hogy ideje lenne eladhatni? Lábán? Mettével vettük, nagyon hozzám nőtt. Nem is tudom, mi lesz velem nélküle. Éjszaka olyan fájdalmasan nyöszörög, olyankor kap egy szemet az altatómból. Mi altatót szedsz? Nem tudsz aludni? Hát nem nagyon, de pár üveg sör mindig segít. Ha. És te? Hogy megy sorod? Hát el vagyok. Jól, el vagyok. El vagyok, kösz! De jó, hogy itt vagytok! Az ünnepi menüt a város legmenőbb séfje állította össze. Házhoz is hozottam, hogyha rögtön kezdjük is, akkor egy aperitívum van. Én csak egy pohár vizet kérek. Mi van? Micsoda? Még vezetek. Meg hát. Készülnöm kell a holnap. Oké, akkor csak hárman iszunk. Akkor Péter, mondanál pár szót a pezsgőről? Nem lehet, hogy csak úgy simán megisszuk? Nem. Vagyomba került, hogy házhoz hozassam a város legmenőbb vendéglőjét. Adjuk már meg a módját. És szeretném, ha mesélnék, vagy nem készültél? Jaj, dehogy nem, ahogy kérted, Ján kiokosított. Nos, ez egy 2013-as pezsgő. Ki állítólag nagy évjárat volt, főjellegzetességei az ásványos jegyek. Ahogy isszuk, lehúnyt szemmel próbáljuk elképzelni a francia tájat és az aratásra váró földeket. Akkor egészség! Hát ez véletlen. Ezt kóstoljátok meg! Én inkább egy sört. Ne, Tom, csak egy korcsot. Ez sima pezsgő? Ez nem pezsgő, kérlek, ez sámpán! Ez mennyei! Hát akkor egészség! Na és? Milyen érzés? Már így 40 évesnek lenni? Na most töltett meg a pillanatot! Kifelé megy a nyúl az erdőbe! Azért még a lemenő napnak is van ereje. Ez jó? Onnan esetleg valami? Tartós tejet már ne vegyél. Ez is jó. De hát milyen érzés. Van egy gyönyörű feleségem. Tényleg, hogy ráadásul még gazdag is. Vízparton élünk, van három gyönyörű zabálnivaló gyerekünk. Éjszakánként a mi ágyunkba járnak pisilni. Úgyhogy se nem alszunk, se nem. Na, már jó ide. Hát ilyen érzés. Hát akkor szerintem ezt inkább hagyjuk. Egészségünkre. Mártél, ez tényleg nagyon jó ez a pezsgő, ne legyél már ennyire jó fiú. Egészségetekre. Kérdés, ugye ezt jelenti, hogy jó fiúnak lenni? Ne, akadémiai székfoglaló, jön kis előadás az erkölcs nagy kérdéseiről. Csak nem is a sajátom. Van egy norvég pszichiáter és filozófus, Ködurú a neve. Jaj, ne kezd már. Ő is ennyit beszél. Szerinte az ivás az nem hülyeség. Pláne, ha vezet. Nem, bármikor. Ő szerinte az ember az fél ezrelék véralkohol hiányal születik. Hiánya? Hozza! Te most szivarc! Nagyon érdekes elmélet. Pillanat, azt mondod, fél ezrelék, az mennyi? Két pohár bor vagy két pohár pezsgős azt mondja, hogy ezt a szintet folyamatosan fent kell tartani. Hogyan? Állandó ivás? Hozza! Azt állítja, hogy ettől az ember nem csak lazább, hanem gyorsabb, nyitottabb, sőt, muzikálisabb is lesz tőle. De főleg bátrabb, meg értelmesebb is. És miért rám nézel? Az ebben van valami. Én megiszom ezt a pohár pezsgőt, azt érzem, pont ennyi hiányzott belőlem. Én például, hogy pohározé után sokkal jobban bánok a gyerekeimmel. Ja, egyrészt ez baromság, másrészt tőled jobb lenne elvenni a gyerekeidet. De egyébként egy kis lazulás mondjuk rám is rám férne. Mindannyiunkra. Már ez megoldás lehetne a te problémádra is.